Viki, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy beszélgetésre. Ha kávézol, hogyan szeretnéd a kávét, feketén vagy fehéren? Elég ritkán iszom, de akkor inkább fehéren. Mai vendégem az a nyíregyházi hölgy, aki női basszusgitárosként még máig ritkaságnak számít zenei berkekben. Az eredetileg magyar tanárnak készülő Vikit 20 évesen ragadta magával az a nyíregyházi banda, amely azóta is barátokat, munkatársakat és családot jelent számára. Éppen fele ennyi idősen lett a ma már 25 éves Alvin és a Mókusok zenekar bőgőse. Bár hosszú évekig zongorázott, munkáját, hobbiát a basszusgitárja jelenti. Vendégem Csoma Viktória basszusgitáros, aki Nyíregyháza Sóston, ahogyan ő mondja a Nyugalom szigetén, szívesen válaszolt kérdéseimre egy kávé mellett, életének kerekévében, feketén-fehéren. Viki, ha azt szeretném megkérdezni tőled 2018-ban, hogy mi a foglalkozásod, akkor az egyértelműen megválaszolható kérdés? Hát ez azért érdekes, mert az én foglalkozásom az én hobbim is, és ebből kifolyólag fura azt mondani, hogy az én foglalkozásom az basszusgitáros, mert igazából nem annak készültem gyerekként, hanem tanárnak tanultam, és ha is végeztem a főiskolát. De már amikor főiskolás voltam, akkor kezdtem el a zenélést, 98-ban, tehát idén már 20 éve. És igazából ugye akkor ez még egy ilyen hobbi volt, egy ilyen olyan időtöltés, amit a barátokkal együtt és garázsba, és bár mondjuk a zenekar akkor már ismert volt, tehát én ugye nem akkor kerültem be, amikor megalakult, hanem 5 évvel később. De azóta ugye annyira kinőtte magát ez az egész, tehát mi mindannyian dolgoztunk mellette, a zenekar mellett, de annyira elindultunk így felfelé, hogy rájöttünk, hogy ezt van értelme úgy csinálni tényleg, hogy beleadunk mindent, apait, anyait, és akkor igazából mögöttünk nincs menedzsment, így mindent mi csinálunk a zenekar körül, és így viszont egy teljes állású dolog lett az én életemben, ez a zenekar, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valóban talán ez a foglalkozásom. Hát ez a zenekar, ugye, amiről beszélünk, az Alvin és a Mókusok. Igen, így van. És te is egy mókus vagy. Hát így alakult, igen. Ez egy... Beszéltünk 5 évről, beszéltünk 20 évről. Olyan érdekes, hogy ez a 2018 ilyen szempontból akkor ilyen komolyabb évfordulók megünneplésére adhat okot. Ti ünnepeltetek is ebben az esztendőben, ha úgy tetszik, itt a szülővárosotokban, mert nem csak a személyeknek szülővárosa Nyíregyháza, hanem magának a zenekarnak is. Így van. Hál' Istennek úgy alakult, hogy volt olyan időszak, amikor volt a zenekarban nem nyíregyházi tag is, de most ugye Gergő, Figula Gergő a régi dobosunk, ő most visszakerült újra hozzánk, kb. Egy éve, és ő is nyíregyházi, és annyival egyszerűbb így, hogy mind a hárman ugye nyíregyháziak vagyunk, bár van egy kisegítő gitárosunk, aki Budapesten van, de ugye igazából a zenekar magja, ez a trió, és valóban ugye mindannyian Nyíregyházán születünk, és mai napig itt is élünk, bár volt róla szó, mikor még elkezdtük ezt csinálni, ugye még amikor én bekerültem 98-ban, ugye nem volt még úgy internet, nem voltak ilyen lehetőségek, amik már most, ami nagyon-nagyon megkönnyíti szerintem az összes zenész életét. Akkor volt arról szó, hogy elköltözünk Budapestre, de valahogy soha nem vitt rá a lélek minket, egyikünket sem, mert annyira szeretünk itt élni. Én szeretném, ha egy kicsit visszamennénk az időben 20 évvel ezelőttre. Te vagy a vendégem, egy kicsit a te szemszögedből szeretném, hogyha a zenekar életének a változásait megnéznénk. Te mit tudtál a zenekarról, amikor azt mondtad, elkezdtél zenélgetni, egyáltalán te már akkor milyen szinten tudtál gitározni? Hát igen, ez egy elég vicces történet. Ez úgy volt, hogy én ismertem őket. Ugye hát most, aki
nagyjából egy idős, meg ugyanolyan érdeklődési köre van, az Nyíregyházán azok egy bandába verődnek úgy körülbelül, meg hát ugye rengeteg közös ismerősünk volt, és megismertem a zenekart, sőt voltam is koncerten Nyíregyházán, még az akkora Bahnhofba, de azt hiszem a legelső koncert az pont a gimnáziumban volt, mert én kölcse is voltam, és nekem amúgy nagyon tetszett a zenekarnak a zenéje, meg úgy az egész hangulata. Mindig is úgy inkább a rockzene állt hozzám közel, és megismerkedtünk, barátok lettünk, és hát mondta Alvin nekem, hogy 2 hét múlva lesz egy koncert, és kell nekik egy basszusgitáros, és hogy arra gondolt, hogy én legyek az. És mondtam, hogy de hát miért rám gondoltál, én nem tudok basszusgitározni, hangszerem sincs, meg semmi. Hát, hogy majd megtanulod, mert csak 10 dal van, és akkor izé. Hát annyi, hogy nekem van zenei előképzettségem, mert a zeneiskolába jártam, azt hiszem 7 vagy 8 évet jártam zongorázni, tehát az, hogy most a hangokról, meg úgy nagyjából úgy, azért volt elképzésem, és hát mondtam, hogy hát jó, hát végülis egy poén, vagy nem is tudom, próbáljuk meg, és hát gyakoroltunk az alatt a 2 hét alatt, és akkor otthon is ugye leírtuk a dalokat, és tanulgattam, és igazából a basszusgitár az azért valamennyivel egyszerűbb hangszer, mint a zongora, és hát megtanultam a dalokat, elmentünk Pestre, Budapesten volt ez az első koncert, ami engem egy ilyen villámcsapásként ért, hogy ott milyen élet van, meg ez eleve ez az egész punk kultúra, meg minden. Mondtam is, hogy szüleim látnának, szerintem nem engednének el többet sehol. És akkor utána úgy ott maradtam. Akkor még nem volt azért ennyi koncert, ennyi lehetőség. Utána hónapok teltek el egy-egy fellépés között, és aztán úgy ott ragadtam a zenekarba, és úgy csak úgy vitt előre az élet. Én amellett ugyanúgy csináltam a dolgaimat, meg tanultam, meg minden, mert akkor még simán belefért, és aztán így maradt a dolog. Mennyire dobban be a kicsi szíved azért ott az első koncert környékén, illetve arra a felvetésre, hogy egyáltalán te, mint a zenekar egyik tagja, zenészként vegyél részt ezeken a koncerteken? Hát nagyon izgultam ezen a fellépésen. Van is erről meg is van az valahol nekünk, tehát képi felvétellel is, és mondtam, hogy úristen, nem biztos sem bírom nézni. Én annyira féltem, tehát igazából ez az egész millió, meg ez egy elég nagy koncert volt, tehát ez egy fesztivál volt, tehát nem az volt, hogy 10 embernek játszottunk egy pici klubban, hanem itt sokan voltak, és én nagyon-nagyon féltem ettől az egésztől, bár álltam már színpadon korábban is, mert a gimnázium éveim alatt a Mandala Dalszínházban játszottam egy pár darabban, nem volt soha ilyen nagy szerepem, de hát azért csak voltam színpadon, de ettől függetlenül ez teljesen más volt, egy elég idegen dolog ehhez képest, de aztán nem tudom, úgy valahogy átlibbentem ezen, nehezen is fogadott el először a közönség. Kicsit olyan szkeptikus volt, hiszen abban az időben nem nagyon voltak női zenészek, legalábbis ebbe a műfajba főleg nem. Tehát a rock műfajba, meg főleg a punk rock műfajba egyáltalán nem volt senki rajtam kívül, és akkor még meg is voltam vádolva, hogy biztos playbackelek, meg ilyenek. Bár mondom, azt abban az időben nem tudom, hogy tudtuk volna megoldani, mert nem voltak ilyen technikai hátterek, mint most. De aztán szerettem csinálni, mert magát ezt a zenét nagyon szerettem. Tehát nekem a zenekarnak ugye már volt 3 lemeze, mielőtt én oda kerültem, és az összes lemezt amúgy nagyon szerettem. Tehát szívesen is hallgattam azokat a dalokat. Úgyhogy nekem ez egy nagy élmény volt igazából. Azóta már meddig kell számolnunk? Hány lemeze van jelenleg a zenekarnak? Fú, mindig bajba vagyok. Azt hiszem, hogy már vagy 20 nagy lemez van, de vannak ilyen, volt 2 lemezünk, ami magyar slágereket dolgoztunk fel punk műfajban. Voltak válogatáslemezek, ami nekünk a korábbi dalaink voltak újra dolgozva, de azon is voltak új dalok, tehát nem tudom, nagyon sok lemezünk van már, tehát így nehéz, több mint 20. Nem irigyelték meg a zenekartól azt, hogy van egy csinos, ügyes női zenekari tag? Nem akartak elcsábítani soha? Hát úgy igazán nem, mert én annyira a zenekar része vagyok. Tehát nem úgy kezeltek soha, hogy itt van egy baromi tehetséges basszusgitáros lány, és akkor át kéne húzni magunkhoz. Mert igazából nem is voltam soha egy ilyen virtuóz, vagy valami, tehát ugye nem is úgy kerültem oda, hogy én most de jó basszusgitáros vagyok, és akkor játszak a zenekarba,
hanem inkább ugyanúgy, amit mondtam, ugye, hogy mint barátok így csináltuk ezt az egészet, és köztünk mindig is nagyon erős volt így az összetartás. Olyan volt, hogy akartak ilyen koprodukciót, hogy van egy lánydobos ismerősöm, akinek a párja gitáros, és akkor, hogy akkor Alvinnal menjünk át, és akkor ő énekel, nem basszusgitározni. Tehát voltak ilyenek, de igazából se, annyira időnk sem, meg lehetőségünk sincs erre, mert rengeteg időt felemészt a zenekar, meg ezek általában budapesti felkérések, és azért így Nyíregyházáról mindig ezeket így megoldani körülményes lenne, de nem is erőltettük ezt igazából soha. És egyébként milyen tanárnak készültél? Tehát, hogyha akkor az az űr nem adódik ott a zenekar életében, akkor te most mit tanítanál? Hát ez is egy nagyon érdekes sztori, mert magyar tanárnak készültem. A gimiben elég jól mentek ezek a humán tantárgyak, és bajban voltam, hogy milyen szakot válasszak mellé, mert a matek, meg ezek a fizika, ezek a reál tantárgyak, ezek nem mentek soha olyan nagyon jól, éppen csak amennyire kell. És volt egy barátnőm, aki azt mondta, hogy van most egy olyan szak, és hogy próbáljuk meg, hogy hittudományi szak. És hogy oda biztos majd könnyebb is bekerülni, meg nem tudom. És akkor az a lényeg, hogy én felkészültem erre a felvételire, el is mentem, és a barátnőm nem jött el, és engem felvettek. Ő pedig ugye nem is lett főiskolás. És ott ragadtam, hogy hittudományi és magyar tanár szakot kezdtem el tanulni. Igazából most meg is van ugye a diplomám, tehát én felsősöket taníthatnék, tehát taníthatnék hittant, illetve magyart, de aztán soha nem kerültem oda. Volt is egy kicsit ilyen feszültség bennem, mert ugye a főiskolás időszak alatt én már zenéltem, és ott ugye minket papok tanítottak ugye a hittudományi szakon, és én nem mertem soha ezt nagyon reklámozni, hogy én ilyen zenekarba játszok, mert mindig féltem, hogy visszaütne. De nem is volt ez igazából úgy nagyon, meg hát akkor még nem is volt annyi fellépés, meg a zenekar nem volt annyira előtérbe, úgyhogy ez egy kicsit ilyen, én bennem soha nem volt ez kettősség, mert mind a kettő közel állt hozzám, csak ugye mondjuk az emberek számára lehet, hogy ez mondjuk érdekes lett volna. Kiderült, gondolom most már azért mostanra már elég egyértelmű, hogy zenész lelked van? Hát abszolút úgy érzem, nagyon közel áll hozzám a zene, de én nem érzem magam egy annyira nagy talentumnak. Tehát a zenekarban ugye ott van Alvin, aki írja a dalokat, a szövegeket is, és a zenét is, és igazából az az érdekes, hogy ő soha nem tanult zenét. Tehát ő nem tud mondjuk kottát olvasni, vagy ilyesmi, de olyan szinten benne van a zeneiség a lelkében, hát ugye nem is tudom, hogy tudna ilyen számomra mindig megújuló zenéket és szövegeket írni. Én teljesen minden elfogultság nélkül nagyon tisztelem őt, és mindig megdöbbenek, hogy mennyi minden újat tud mutatni. Én igazából úgy érzem magam a zenekarban, mint egy ilyen fogaskerék, hogy én ott vagyok, és megcsinálom, amit ő gondol. Ettől függetlenül a zene nagyon-nagyon a részemmé vált, és igazából azokkal az emberekkel is értem meg magam a legjobban, akik szintén zenészek. Meg hát ugye ez az életvitel azért ez eléggé, mondhatjuk, deviánsnak azért, úgy más emberekhez hasonlítván. Úgyhogy mondhatom, hogy amúgy igen, de mondom így, egy ilyen igazi nagy zenei talentumnak sosem tartottam magam. Hát azért sok minden össze is kell, hogy tudd egyeztetni, hiszen édesanyja vagy. Igen. De hát azért ott egy háztartást kell vezetni, igen. Feleség vagy, azért a családi tűzhelyet melegen kell tartani, de ez egy nagyon szép elismerésem mindenféleképpen. Köszönöm. Ha visszagondolunk arra, hogy 20 évvel ezelőtt Magyarországon a punk rockot, a punk zenét milyen érdeklődés övezte, ahhoz képest mit lehet mondani mostanra? Változott-e ez valamennyit? Érdekes dolog, mert én úgy érzem, hogy a zenei stílusok azért jönnek-mennek. Tehát mindig van egy olyan stílus, ami fel van kapva. Amilyen zenekarok éppen vannak, és akkor akiket látunk a mindenféle mondjuk utcazenefesztiválokon, vagy akármilyen fesztiválokon, nem akarok neveket mondani, de tudjuk, hogy milyen zenék vannak most mondjuk pont felkapva, de a rockzene azt szerintem sosem ment ki a divatból. Legyen az igazi hagyományos értelemben vett rockzene, vagy a punk rockzene, mert
Mi bár punkrock zenekarnak tartjuk magunkat, de én úgy gondolom, hogy a mi zenei skálánk, aki ismeri a zenekart, meg hát ugye rengeteg lemezünk van, és az évek alatt azért minket is rengeteg impulzusért, hogy éppen milyen formában tudta mondjuk magát Alvin kifejezni, mert vannak lírai dalok, vannak egészen hardcore szintű, keményebb vonulatok, vannak akár ilyen szkásabb vonulatok is. Meg meg kellett ismernünk ugye ezt a kifejezést is, hogy indie. Igen. Az, hogy a punk rock, tehát kimondottan a punk rock zene, annak valóban van egy hulláma. Tehát voltak olyan időszakok, amikor jobban fel voltak kapva, és ezt azt vettem észre, hogy igazából világszinten, tehát mondjuk most mondok egy példát, hogy amikor a Green Day-nek mondjuk kijött az American Idiot lemeze, akkor mindenki punk zenét csinált, vagy a Blink 182 ugye abban az időben, és akkor mondjuk nagyon-nagyon pörgött, és akkor Budapest is például eljöttek, ők is játszani. Sok német zenekar fordult meg Magyarországon. Igen. És amúgy a legelső koncertemen egy német punk zenekar játszott a legutoljára például, amikor volt ez az ominózus budapesti koncert. Tehát azt mondom, hogy valóban van egy ilyen hullámvölgy, de nem úgy kell elképzelni, hogy nagyon mélyen vagyunk, vagy nagyon fent, mert mondom, azért azt érzem, hogy a rockzene mindig ott van. Tehát, hogyha elmész bármilyen fesztiválra, mindig van rockzenei koncert, és úgy veszem észre, hogy most megint nagyon fel van erősödve. Tehát az úgynevezett popzenekaroknál is nagyon sok rockzenei stíluselem van. Én azt veszem észre is, és egyre több ember jár szívesen élőzenei koncertre. Tehát már nem az a divat, hogy diszkóba playbackelünk és ott szórakozunk, hanem élőzenei koncerteken szórakoznak az emberek. Tehát én úgy gondolom, hogy hogyha valaki valamilyen zenei pályára adja a fejét, akkor a rockzenébe biztos, hogy élete végéig jelen tud lenni. Meg jól fogja magát érezni, hogyha mondjuk ez, hát én úgy gondolom, ez igen, a stílus közel áll hozzá. Hogy néz ki a nyaratok? Most egy picit pihenünk. Volt egy, ugye 25 éves lett a zenekar, és hát most volt itt Budapesten is, itt Nyíregyházan is volt egy nagy volumenű rendezvényünk, a Tankcsapda zenekarral, ahol is Lukács Laci 50 éves lett, és pont ebben az évben, amikor mi 25 évesek lettünk. De igazából ezt az egész évet most ennek a jubileumi turnénak szenteltük, és próbáltunk egy olyan rendhagyó turnét létrehozni, amikor a határainkat próbáljuk feszegetni. Tehát most például tavasszal európai turnénk volt, tehát Magyarországon nem is nagyon játszottunk. Ugye Nyíregyházán volt ez a nagy koncertünk, illetve egy hétre rá Budapesten volt egy nagy, az mondjuk lemezbemutató koncert volt, míg a szülinapja az majd ősszel lesz. Most Londonban voltunk, Dublinban voltunk, Erdélyben, nem is tudom, hol voltunk, Szlovákiában voltunk. Tehát most egy teljesen egy ilyen európai turnét csináltunk, és most muszáj voltunk egy kis szünetet tartani, mert rengeteget utaztunk tavasszal. És most van az alkotói időszak, amikor videoklippeket csinálunk, új dalokat csinálunk, tehát egy kicsit próbálunk magunkkal foglalkozni. Ősszel eljutunk végre Amerikába és Kanadába fogunk játszani, illetve lesz egy német turnénk is, úgyhogy most nagyon így feszegetjük a határainkat, és próbálunk, megpróbáljuk megnézni, hogy mire vagyunk képesek külföldön, mert már több európai nagyváros működött nekünk, tehát Londonban például teltházas koncerteket adunk, Dublinban is egész sokan, Németországban is, tehát hogy nagyon sok magyar ember él mindenfelé, és ez egy, főleg most például az erdélyi turnénk is egy borzasztó nagy élmény amúgy, mikor olyan emberekhez jutunk el, akik borzasztóan hálásak, hogy mi ott vagyunk. Tehát nem az, hogy ti eljöttetek a koncertünkre, hanem ők is nagyon hálásak, hogy mi elmentünk. Úgyhogy mondom, ez egy ilyen év. Aztán jövőre meg megint majd kezdjük ezt a hagyományos útunkat, amikor a magyarországi mindenféle városokba el fogunk látogatni. Hát én kitartást kívánok ehhez a körúthoz meg, hát ugye mindenhez, ami ebben az esztendőben még vár rátok. Köszönjük szépen. Ugye basszusgitározol most már évtizedek óta, lehet mondani, de én láttam olyan felvételt is a YouTube-on, ahol doboltál. Igen. Hát ez egy elég friss dolog. Én igazából nagyon mindig is vonzottam a dobosokhoz, mert imádom nézni a dobosokat, tehát szerintem én UFO-knak hívom őket, mert szerintem elképesztő, hogy ilyeneket lehet csinálni.
hogy minden végtagunk más ritmusra jár. És én nagyon régóta szerettem volna megtanulni dobolni, csak soha nem jött ki rá úgy a lépés, mert mindig volt valami, amire felkészülni kellett, mert ugye zongorázok is, akkor van olyan, például akusztikus műsorunkban zongorázni szoktam, akkor ugye most lemezbemutató, szóval mindig volt valami, és most egyszer így gondoltam egyet, és mondtam Gergőnek, hogy nézzük már meg, hogy mire vagyok képes, vagy hogy egyáltalán van-e hozzá érzékem, vagy valami, és hát lementünk a próbaterembe, és mondta, hogy ezt kellene csinálni, és akkor így aztán ment. Aztán mondta, hogy ezt kellene csinálni, aztán ment, és akkor eltelt 2-3 alkalom, és egy nagyon-nagyon egyszerű dalt kiválasztottunk, és én olyan boldog voltam, és mondták is a többiek, hogy látnának a fejemet, hogy ülök ott a hangszer mögött, én imádtam ezt csinálni, úgyhogy én mondtam is, hogy mondta, hogy nagyon jó érzékem van hozzá, mert 3 alkalom alatt megtanultam tanulni, eldobolni egy dalt, hogy én ezt szeretném fejleszteni, és ha van rá lehetőségünk, mert még most ezt nem tudtunk ezzel foglalkozni, most egy másik lemezbemutatóra készülünk, de én ezt nagyon szeretném folytatni, mert ez nekem nagyon tetszik, és szeretném megnézni így a határaimat, hogy mire vagyok képes ezen a hangszeren. Hát egyszerre basszus gitározni, meg dobolni, az viszont biztos, hogy elég nehéz dolog lehet így a zenekaron belül. Igen. És azért egy ilyen édes hármasban, ugye, mint ahogyan az alap zenekarok kinéznek, ott azért meggondolandó, hogy mennyire hagyják majd a fiúk, hogy kiderüljön a te tehetséged a dobolás terén. Igen. Neked a gyerkőcöd is dobol, ugye? Vagyis igen, tanul. Tanul, igen. Igen, hát körülbelül egy ilyen jó éve tanul, Gergő tanítja, és hát ilyen minden elfogultság nélkül borzasztóan tehetséges. Még most néha úgy éli meg, hogy ez neki ehelyett lenne jobb dolga is, mint szerintem a legtöbb gyerek, mikor mondjuk hangszeren kell játszani, de nagyon jó sikerélménye van benne, és szerintem ez mindig spanolja, hogy ezt csinálja. De nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és remélem, hogy ha nem is fog ezzel foglalkozni, de esetleg a zenében megtalálja, esetleg legyen az egy hobbi, legyen az egy önkifejezés, legyen az egy stresszlevezetés, vagy bármi, hogy ez neki az előnyére fog válni az életbe, és nem mindenáron mi erőltetjük, hanem hogy ő is szeretni fogja. Nekem nagyon tetszik az, hogy Nyíregyházán alakult a zenekar, és hogy itt vagytok még mindig, és ahogy kivettem a szavaidból, nem is nagyon vágytok arra, hogy elmenjetek innen. Ez így számunkra a legideálisabb környezet és lehetőség, hogy itthon vagyunk. Szerintem Alvinnak is a saját környezete az a legnyugodtabb környezet, ahol tud jobban alkotni. És igazából én pont nemrég volt egy ilyen interjú, hogy Nyíregyháza miért jó, és hogy miért maradtunk itt, és én ott is elmondtam, hogy szerintem ez annyira élhető város, és ugye most már az internet által bárhová pillanatok alatt eljut bármi, mert még régen például a felvételeket mindenféle hanghordozón kellett ide-oda küldenünk, és akkor ott akkor legyártatják, és nem tudom, és most már csak egy gomnyomás is ott van, ahol kell, és igazából a média is olyan, hogy, mert mondjuk a média az régebben szerintem nagyobb teret adott a zenekaroknak, illetve úgy mondom, hogy több lehetőségük volt, hogyha valamilyen médiában szerepeltek. Most már ez sem, ugye most már rengeteg mindenféle oldal van, videoklipeket meg lehet nézni, zenét meg lehet hallgatni. Tehát nincs az ember rászorulva. Most ha olyan alkalom van, hogy még Budapesten vagyunk, vagy olyan vidéki városban, ahol éppen szeretnének velünk egy interjút csinálni, akkor ott vagyunk, akkor megcsináljuk. Tehát nekünk ez itt a nyugalom szigete. Olyan sokat vagyunk úton, olyan sok pezsgésbe vagyunk, hogy mindig jó visszajönni a nyugalomba. Neked van kedvenc zenekarod? Hát igazából van, de sok van, meg mindig vannak ilyen időszakai. Ez egyértelmű, csak ha én kapom ezt a kérdést, akkor éppen az aktuális kedvencemet mondom. Igen. Neked? Nekem az a régi punkzenekarok, amiket még annak idén Alvin mutatott nekem, és mikor megmutatta, akkor mondtam, hogy úristen, hát én mindig ezt kerestem, hát ez az, ami nekem tetszik. Kaliforniában van ez a skate punk elnevezésű vonulat, ami akkor nagyon ment így a 90-es években, és akkor volt egy kiadó, a Fat Records, aminél volt több zenekar is, a NoFX, a Legwagon, a Strung Out, tehát ott rengeteg ilyen kaliforniai punk zenekar volt, azok közül nagyon sokat szeretek, a mai napig is.
Viszont sokféle zenei stílusra vagyok nyitott, tehát nem mondom azt, hogy csak ezt a zenei stílust hallgatom, hogyha hallok olyan zenét, amiben látok valamilyen, vagy hallok valamilyen eredetiséget, vagy az, hogy ez valamiben egyedi, akkor én annak is nagyon tudok örülni, és nagyon tudom szeretni, és például ez a manapság most elég ismertek, ez a 21 Pilots nevezetű duó, ez engem nagyon megfogott, mert ezek elképesztően tehetségesek, főleg ugye az énekes srác, ő egy iszonyat talentum. Őket nagyon szeretem, pedig ők nem igazán meghatározható zenei stílust képviselnek, tehát nem is tudom megmondani. Hát sok minden van bennük. Nagyon sok minden van bennük. Őket nagyon szívesen hallgatom, vagy például van most egy angol formáció, ez az Enter Shikari, akik már többször ellátogattak itt Magyarországon, nagyon sokat járnak. Őket például élőben imádom, mert ők meg ilyen bizonyatosan energikusak, és ott is nagyon-nagyon, az is kicsit elektronikus vonulat is van benne, de abban is rengeteg eredetiséget fedeztem fel, és most hirtelen így ők jutottak eszembe, de még nagyon szeretek régre visszajönni, szeretem a Police-t, vannak Phil Collins számok, amiket szeretek, vagy pop előadók közül szerintem a Pink nagyon-nagyon jó. Igen. És most így hirtelen ők jutottak eszembe. Viszont, hogyha ősszel mentek a tengeren túlra, akkor tehát ott akár, mint zenekedvelő egy-két koncertre. Hát én nagyon bíznék benne, hogy hátha vagyunk ön szerencsések, és lesz valami hogy olyan. Hogy éppen abban az időszakban. Abban az időszakban. Aztán majd utána, ha mi soha nem voltunk a tengeren túlon, tehát mint magánember sem. Aztán utána meg majd lehet, hogy majd csak egy-egy koncertre kiutazni se lenne rossz. Én nagyon élvezném, főleg ugye a nyugati part, az pont amiatt a zenei stílus miatt nagyon vonz, ugye San Francisco meg San Diego, onnan rengeteg olyan zenekar származik, akiket én nagyon szeretek. Úgyhogy hát bízom benne, hogy eljutok, mert hál' Istennek nagyon sok koncerten voltam már, Bécsben is, és környező országokban, meg Budapesten, tehát azért nagyon sok kedvencemet láttam már hál' Istennek élőben, de aztán még a lista nincs lezárva. Hát ez fontos dolog, mert ez egy másfajta feltöltődést ad az embernek, még hogyha előző nap vagy a következő napon te magad is majdnem ugyanazt csinálod. A hangszered otthon van? Otthon van, igen. Most nem hoztam el, mert megyek haza, és utána szerintem próbánk lesz. Mert lesz az a lemez, amikor bekerültem 98-ban, a Máshol jár című lemezünk, az most 20 éves, és van egy ilyen bevált dolog, hogy minden évben, amikor 20 éves, tehát 4 éve lett 20 éves az első lemez, és minden évben eljátsszuk Pesten azt a lemezt, ami 20 éves. Úgyhogy most erre készülünk, hogy igazából itt rengeteg olyan dal van, amit még életünkben nem játszottunk, tehát ugye úgy alakult, hogy mindig van egy koncertműsor, és akkor azért abba váltogatjuk a dalokat, de olyat, hogy mondjuk egy lemez teljesen még soha nem játszottunk el, és most ezekre készülünk, hogy akkor ezeket a dalokat tanuljuk. A legfrissebb lemezetek az mikori dátumozású? 17-es, azt hiszem. Jó. Akkor 37-ben is koncertet kell adni, mert a 17-es lemez, igen. Ugye akkor lesz 20 éves. Így van, muszáj lesz, igen. Köszönöm szépen, Viki, a beszélgetést. Én is köszönöm. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.